to meet the players. Ladies and gentlemen, making his world championship debut, would you please welcome the Canadian Tour champion, John Norman Jr. Championship debut, would you please welcome Chen Barstow? We're here for the party. We're gonna shake our bodies. That's all we got, so here and now. No, két meccsen túl vagyunk, Steve Lennon, valamint Chris Landman ott van a második körben, és Chase Barstow vagy John Norman Jr. Így van, hát most láthatunk majd egy angol és egy kanadai közötti összecsapást. Ugye Chase Barstow a 29. helyről jutott be a világbajnokságra a Pro Tour ranglistáról. Ugye a Pro Tour ranglistán alapvetően azok szerepelnek, akiknek van Pro Tour kártyája. Természetesen a visszalépések miatt a Q-School-ról szoktak olyan játékosokat behívni, hogy teljes legyen mondjuk a Players Championship-eken a mezőny, a 128-as mezőny, hogy teli táblát tudjanak játszani, akkor behívnak olyan játékosokat, akik a Q-School-on azok mögött végeztek a ranglistán, akik megszerezték a Pro Tour kártyát, és úgy egészítik ki a mezőny, de alapvetően Pro Tour kártyásokból áll ugye a Pro Tour ranglista, és ennek a 29. helyéről kvalifikálta be magát ide a világbajnokságra, Chase Barstow. Ami Norman Jr.-t jelenti, ő pedig John Norman Jr., pedig a hát az észak-amerikai darts bajnokságról, ugye a PDC-nek van egy észak-amerikai divíziója, ott a kanadai túrnak a győzteseként került be ide a világbajnokságra. Próbálják erősíteni az észak-amerikai vonalat egyébként. Majd fogunk ma még találkozni szintén az észak-amerikai kontinensről érkező ugyanennek a bajnokságnak a az Egyesült Államok beli túr győztesével, ugye majd Danny Laube Juniorral, úgy látszik ott a fiatalabbak játszanak, mindenki junior. Na hát nézzük Norman Juniort, kezdi majd a mérkőzést és az első szettet. Egyébként, ha valakit érdekel, hogy mitől nem zártam a szívembe ezt az úriembert, mert már kérdezték, annak már fönt van a Sporttelevízió Facebook oldalán a délutáni etapnak a hozzászólásai között a videó, ahol a magyar csapattal játszottak. Hát maradjunk annyiba, hogy nem volt szimpatikus az úriember viselkedése, de ezt nyilván a magyar vonatkozás miatt egy kicsit még felerősítve éreztük. Ennek a mérkőzésnek a győztese majd Michael van Gervennel fog játszani. Mint ahogy az előző meccs, ugye Chris Landman Ian White-ot kapja majd a legjobb 32 között. Jó a két triplaj, 140 megint. Ötvenöt. 161-et.
161-et. Kilencszázra nézzük Norman. Ott meg is van a tripla. Dupla 18-a meg lehet az első. Az négyes lett talán. Szép kerekítés 32. 64. Nagyon jön neki a dupla, sokadik. Sokadik kísérlet most már, szám szerint. Ötödik kísérlet a duplára. Nagyon lassan jön le Barstow, ez az egy szerencséje van Norman Juniornak. Hányadik nyillal lesz meg az első dupla, hát. Most már 8 nyilat eldobott egy legen belül. Barstow sem. Na, dupla 19-el megoldhatta volna a leget, az szép kis elhalászás lett volna. Csak elképesztő mennyit dob el duplára, ez már 11 nyíl. Össze az első legben járunk, és már 11 nyilat eldobott duplára. Nyolcadik kör, első nyilával. Chess Barstow megoldja. Ajaj. Hosszú lesz. Igen. Pont ezt akartam én is mondani. De bízunk benne, hogy azért a fiúk kicsit levetkőzik a kezdeti lámpalázat, és akkor majd felpörgetik az eseményeket. Igen, ez már hiányzott a meccsnek egy nagy kör. Csak 60. Háromszáz 47-re jön. Norman, most jó a tripla. Kilencvenkilenc. Jó a leváltáson a tripla, 19. Lemegy kiszállóra Barstow, négy kör után. Mennél is jön egy tripla, és kiszállom a 153-ra meg lehet, fej-fej mellett haladnak. 60. Négy pont a 99-re tette le magát, dupla 14-jel, ó, ez gyönyörű 88-as kiszálló, 17 nyilas, 6 körös leg, és ez Barstrowtól, és 2-0-ra vezet.
97-tel kezd Norman. Viszont jön a tripla itt is. Barstona. 140-nel kezd a szettért. Lehet, ha jól láttam, meg is dicsérte a kiszállóját. Norman Barstow. Ahogy jött vissza Barstow, mint egy kicsit oda szólt volna valamit, de hát... Más nehezen tudok elképzelni, mint dicséretet. Ott a két tripla viszont. 140. Pont. Most le kell mennie kiszállóra Normannek. Hoppá! Viszont a tripla kell most már mindenképpen. És ez meg is dobja. 138 marad. Majd de szép. 140-et dob, 68-ra megy le. És ott tartunk, hogy kanadainak meg kell csinálni ezt a 138-at. Ha akarja idő előtt az el. Jó. Az első 78. Szettet. Azt nem találja el, így marad a 60 pont. 40 marad. Egynyira lesz kiszállóra Barstownak a szettért. Aládobja. Most szépíthet Norman Junior. Befejezni egy 5 körössel, így most a 6. körben első pályáról Norman. Combos rákészülés. Amit időben. Dupla 20. Második nyíl is fölötte, harmadik nyíl. Nagyon helyezkedik Norman. Nem dobja. Hát ez egy kicsit dupla 10. Amit a Scott Mitchell-t látnál. Igen. Barstow fejezi be. 14 nyilat dobott el sikertelenül Norman Junior eddig, és mindössze a harmadik legben járunk. Na, a 15. már hoz egy duplát neki. Viszont a Chaz Barstow fog kezdeni. Kis kanadai szurkoló csapat. 60-nal kezd Barstow. ...77,15-ös átlagon van Chaz Barstow, és John Norman Jr. 72,41. Most jó a tripla, még egy. Egy 180-at Chaz Barstow. Lehet mondani, a legjobb kor találta meg szett győzelemhez. Ez kevés. Pont, ez egy kicsit mérges magára, hiszen ott lehet a nyakán Norman. Kerekítésre is figyelnie kell, ha nem talál triplát.
így viszont már nyugodtan dobhat bárhova, a kiszállója lesz 126-ot hagy magán. Egy etet, bocsánat, 127-et, mert 96-ot dobott. Itt viszont jön a dupla 16, jön bizony, 103-ról száll ki, és zárja le egy 100 pluszos kiszállóval Chesbarszó az első szettet, facsizott is fel. No hát, túl vagyunk az első szetten, és hát nem lehet azt mondani, hogy sziporkáznak a fiúk. 82,67-es átlaggal Chesbarszó elvitte az első szettet, míg John Norman Jr. 76,03-as átlag, a 15-ből 1 a kiszállója, míg 8-ból 3 Barszónak. Ezért sokat számít. Egy 22 nyilassal kezdett Barszó, aztán 17 nyilas dobott, amire egy 19 nyilassal válaszolt Norman, és aztán egy 15 nyilassal zárta le a szettet. Egy 103-as kiszállóval Barszó, és egy 177-tel kezd, ez már sokkal-sokkal bíztatóbb. Barszó.
Norman Junior, bocsánat. Bastonnak a negyedik nyila nem jó helyre megy. Az ötödik az tripla. 96. A triplák, igen, 140. És továbbra is bátorítok mindenkit, aki esetleg most kapcsolódik be a közvetítésbe, a Sport Televízió Facebook oldalán lehet tőlünk kérdezni. Igyekszem majd az érdekesebb kérdésekre válaszolni. Most természetesen továbbra is él a nyereményjátékunk. Betobja! 88-at megoldja Bastos, most már ugye nem először dobja ki a 88-at, csak ez most más variáció volt egy picit. Szóval a mai nyereményjátékunk az úgy hangzik, hogy annyi kérdés, ugye, hogy hányszoros női világbajnok Liza Ashton. A PDC nyereményjáték@gmail.com e-mail címre lehet küldeni a megfejtéseket. Aki esetleg ezt most nem tudta megjegyezni, a PDC Hungarian Fan Club Facebook oldalán megtalálja a fényképet, ahol fönn van a kérdés. És a nyeremények is, ugye darts táblát lehet nyerni, Phil Taylor könyvet, darts magazint, illetve egy hónapos edzési lehetőséget, darts edzési lehetőséget. Az ország egyik legjobb oktatójánál, Tarbélánál a darts suliba, úgyhogy ezt szívesen ajánlom mindenkinek, hogy használja ki, hogyha ezt megnyeri, mert érdemes megismerkedni az alapokkal, biztos vagyok benne, hogy ott fog ragadni az illető, mert a közeg is zseniális. Béláit most csinálták meg ezt az új helyet, és rengeteg energiát fektetett bele a pénz mellett. Természetesen, hogy ez igazán darts barát, remek kis dárcos fészek legyen, így érdemes csatlakozni ott, aki ezt megnyeri. Na és akkor vissza a mérkőzéshez. Barstow hátsó pályáról igen komoly előnyt szedett össze, de most egy 140-nel próbálja magát helyzetbe hozni Norman Junior. Az jó cseznek, 71-je van. 72 a maradék, 157-re Norman. John Norman, az nagyon jó, kell egy 57-es, tripla 19, az már nem jön. És a 78-nál tripla 18, az sem 60-at hagy magának a kanadai. 12-es megvan, és a dupla 20 is elsőre, 2-0-ra vezet Chess Barstow. Hát ez kevés. 40. Barstow egész jól elkapta a fonalat. Óriási különbség van az átlagok között. Egy pont. Kevés, 60. Junior egy jó körrel utolérheti. És dob is egy triplát. Akkor miért inkább csak zárkózik. Most már azért sok hibát nem védhet Barstow. És egy 140-nel megy le 100. Oh, kettő. Elvis is itt van. Kérdezik, hogy Peter Wright semmiképpen sem előzheti meg a VB után Gervin Price-t. Abban az esetben előzheti meg, ha Price
következő meccsén kikap, és Peter Wright pedig megnyeri a világbajnokságot, abban az egy esetben lehetséges ez. Akkor 10.000 fonttal megelőzni. Na itt pedig a dupla húsz, és bedobja a 102-t. Úgy látszik stílusosan, 100 pluszos kiszállókkal fejezi be Chess Barstow a szetteket. A második szettet is azzal fejezte be, és hogy hogy folytatódik a meccs, majd rövid szünet után meglátjuk. Hát egyelőre eléggé egyértelműnek tűnik a mai délutáni program harmadik találkozója. Chess Barstow 2-0-ra vezet, és egyelőre úgy vezet 2-0-ra, hogy Norman Junior nem nyert leget még. Igen, Barstow 92,58, de egyet nyert már, egy leget összesen. Nyert? Összesen egy leget nyert eddig, igen. De 77,9-es átlagon van John Norman, ez itt nagyon kevés. Azért Barstow ugye sokkal nagyobb rutinnal mondhatjuk, hiszen azért ő végig részt vett a Players Championship sorozaton. Komoly tapasztalatokat gyűjtve, és hát azért a 90, közel 93-os átlag az nem rossz. És hát azt se felejtsük el, hogy gyönyörűen használja ki a szett lezáró kiszállókat. Most stílusos lenne, hogyha ezt a szettet egy 101-es kiszállóval
zárná le, hiszen az első szettet 103-mal, a másodikat 102-vel fejezte be. Meglátjuk, hogy ez most hogy alakul. Elsőre jobban kezdi hátsó pályára ezt a leget, mint Norman Junior. Kérdezik tőlünk, hogy ki lehet a legnagyobb sötét ló, akivel nem számolnak a... Ugye itt a világbajnokságon, mint lehetséges győztes. Hát ezt nagyon nehéz megjósolni, de ugye pont ezért. Én inkább nem is azt mondom, hogy sötét ló, hanem például abban reménykedek, hogy majd esetleg mondjuk Raymond van Barneveld egy jó kis világbajnokságot fut, bár nem lesz könnyű dolga, mert hogyha az első meccset hozza is, akkor is ugye egy Rob Cross-ba fut bele, ha jól emlékszem a párosításokba. Ugye ránézek egy pillanat. Igen, Rob Cross vár rá, hogyha Lawrence Ilagan ellen győztesen tudna tovább lépni. Én megmondom őszintén, hogy olyan nagyon jó szereplést azért, tehát nagyon-nagyon sötét ló nincsen szerintem most a mezőnyben, mondjuk mint annó például Rob Cross volt, de azért mondjuk egy Ryan Searle-től, egy Joe Cullen-től bármikor kinézek egy jó szereplést a világbajnokságon, úgyhogy vannak bőven olyanok, akik itt a legjobb 8-ba, legjobb 4-be el tudnának jutni. Körülbelül ez a trió, akitől esetleg várok jobb eredményt a VB-n, és mondjuk most az előzetes esélylatolgatásokban nem voltak benne, akiket mondtam. Dupla 20, nincs meg Marstonnak. Itt a lehetőség most. Újabb leget nyerjen Norman Junior. Dupla 10. Bedobja. És vezet a harmadik szetben. Aztól léphetett volna egy újabbat a végső siker felé, egy break-kel. Elhibázta. A kérdésként fölmerült, hogy hány speaker lesz majd itt a VB-n, hiszen eddig csak Kirk Bevins és George Noble kapott szerepet. Tudomásom szerint egyedül Paul Hinks nem lesz itt, tehát majd idővel megérkezik az eseményre, szerintem Russ Bray, illetve Huber is. Legalábbis ez az információm. Paul Hinks-re kifejezetten ugye rákérdeztem, hiszen volt igény rá, hogy megkérdezzem tőle, hogy mikor látjuk legközelebb színpadon. Ezt nem tudom, hogy fogjuk-e látni, de azt írta, hogy a senior VB-n fog majd szerepelni legközelebb, tehát erre a VB-re nem jön. Most, hogy ennek a Nagy-Britanniában zajló vírus helyzete az oka, vagy pedig más, azt nem tudom. Ez biztos, hogy egy ilyen világbajnokságot azért le lehet húzni 4 speakerrel, gond nélkül, hiszen most itt az elején minden etapban 4 meccs van, hát igazából ezeknek a speakereknek nagyjából egy ilyen meccset le nyomni nem egy olyan nagy ördöngösség. Persze nem könnyű, hiszen egy felelősségteljes munka, de ők már mindannyian iszonyatos rutinosak ebben. Na nézzük be azt, hogy egy tripla. Az elszalad az ötösbe. 125-tel 103 marad. Three,
81-re jönne az 57, nem, 62-t hagy magának a kanadai, 60-ra Barstow. És megint a dupla 20. Hova? Nem találja el a kiszállót. A tripla 10 megvan. Dupla 16, bedobja. 2-0-ra vezet. Harmadik szedben a kanadai. Igen, hát szerintem a szülei, gondolom én. Legalábbis nekem úgy tűnt, így bocsánat, lehet, hogy kicsit tükröződött, most hirtelen a... Két. De ilyen jégkorong eszbe volt, nem a... Legalábbis ilyen, mondjuk az igaz. Mi másba, irányban. Nincs is ott semmi más, csak jégkorongpálya. Mindenhol. Utcán is, mindenhol. Éljenek a sztereotípiák, mi? Meg lehettek volna mondjuk Montreal mezbe, vagy Toronto. De hát nyilván inkább a juharra leveles megoldást választották. Hát igen, Márztó magának fogja nehézzé tenni, és az, hogy kétszer nem tudta eltalálni a dupla 20-at, ez a... Most Norman Junior a szépítés szélére kerül. Tripla. Fogyott. Most nem a Paul, hanem a Hulk Hogan. Ezúttal a darts versenyen. Sokan kiveszik a szabadságokat, mert azért mi van mai nap, a szerda? Nem, csütörtök. Ez a csütörtök délután. Igen. Azért veszik ki a szabadságot, hogy beöltözhessen Hulk Hogannek, és átutazhassa egész Londont. Ott. Néhány képkocka erejéig a képernyőre kerüljön. De hát kinek mi szerepel a bakancs listáján? Ötös. És a bull. És bedobja 68-as kiszállót. 2-1-re szépít. Elnézést kérek az ellenbe, mondják, hogy két úr ült ott a kanadai... Két úr ült, igen. Bocsánat, így egy kicsit tükröződött nekem, én nem... Én már nem merek meg reagálni ezekre a... Ó, nem is kell. Hát. Mondjuk végül is attól még lehetnek a szülei, igen. Jaj, ne. 120 eddig. 139-el. Norman Junior a kezdés. Hát eddig elég jól alakul ez a leg, de Barstow most visszavág egy 140-nel. kilenc, 167 kiszálló. És úgy tetszik, hogy a nap az egy ilyen szup, ott mindig megadják, hogy mi megszélszerűen, és ilyen szuperhősöket látunk nagyon sokat. Hát ugye mindig egy kamera, vagy ebben a teremben talán még több is elfér. Ugye a vállára veszi egy operatőr, és szépen
mászkál a nézők között, és keresi a jobbnál jobb lehetőségeket. Egyébként érdekes, mert most még nem láttam a Wayne Mardell féle jelmezversenyt. Ugye 165, az nem kiszálló. Az nem ám bizony. De ha 133-at dob, azzal 32-re le tud menni, és az már itt meg is lehet. Úgyhogy dob egy sima 19-es, meguzsolja. Meg kell csinálni a 108-at, tripla 18 az remek. És... Nagyon nincsenek meg a duplák Barstownak most. Vissza Norman Juniorra, dupla 16-tal, szépíthet, be is dobja. 2-1. Igen, és ezzel ugye most nincs szünet. Oké, most lehet, hogy a tesó. Ha láttam. Szépít, tehát a kanadai, és ezzel 2-1 az állás. Még Barstow vezet, és ő kezdi a negyedik szettet. Kérdezik tőlünk, hogy szerintük hogy fog Darren szerepelni. Hát fogalmam nincsen. Igazából annyit, amit olvasgattam az ő twittereiből, illetve egy-két kiírásból, meg volt egy-két ilyen, hát kis ilyen rövid interjú. Télanyók. Már anyóknak a legkevésbé nevezhetők, de szóval amit olvastam, ő azt írja, hogy talán a legnehezebb időszakon ő úgy érzi, hogy túl van. Nem tudom, mert egy párszor elhangzott a szájából, hogy most már rendben lesz, de nem tudom, hogy én nem merek semmit sem mondani vele kapcsolatban, amíg nem látom játszani a színpadon. Megmondom őszintén, nem fűzök túl nagy reményeket hozzá. Őt érzem az egyik gyenge láncszemnek a kiemeltek közül. Mármint azt, aki valószínűleg nem fogja hozni az első meccset. Már ugye a 24. helyen van a világranglistán. Azért nem egyszerű a dolga semmiképpen. Nyilván a legnagyobb harcot saját magával vívja Glenn Durant, de azért itt a világbajnokságon sem lesz könnyű, mert a William O'Connor Danny Laube Juniornak meccsnek a győztesével fog játszani, ami ugye önmagában nem túl bizalomkeltő Glenn Durantnek, mert mind O'Connor, mind Danny Laube zseniálisan jó játékos. Közben itt elrontja a kiszállott Barstow, így négyre leteszi magát. Szóval nem lesz könnyű dolga, akár melyikük jut majd oda hozzá az ágrajzon. Norman Juniort nézzük 120-ra. Így már nincs kiszálló, 105-ről nem lehet két nyillal megoldani. 94. A harmadik nyíllal megoldja. Barstow kicsit örülnek, mint ha már megnyerte volna a meccset, de nyilván ez fontos, ugye a kezdést tudta tartani, megvan az esély, hogy lezárja ebben a szedben a mérkőzést. Johnny Clayton esélyeiről. Én ugye mondtam, hogy nálam a top 4-ben van, mint esélyes. Johnny Clayton, azok a tornagyőzelmek nem csak úgy jöttek ebben az évben, főleg a Premier League, ugye, ami nagyon nagy szenzáció volt a részéről, de hát major tornagyőzelmeket nem adják olcsón, és ebből neki több is volt ebben az évben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a világbajnokságon is igen jó esélyei vannak. Gyönyörű 177-tel fogyasztja a pontjait Barstow. Most jön a tripla Normannek is, egy 100-as, 201-re megy le. Oh.
58-at dobbasztó, 168. Igen, ezt egy kicsit elnézte, mert ez nem kiszálló, és most viszont nagyon jó kezdett Norman egy triplával, a másik is a 20-asban, 101-re megy le. Úgyhogy még biztos, hogy elcsúszik. Ez is elcsúszik. Na, az jó. Ugye ezzel azért 96-ot hagy magának. Mondjuk a 101-et. Kellett volna a tripla 19, vagy a dupla 12-vel befejezhessen. Most a 96 jön. Szép, és a dupla 8, bedobja! 2-0! És most megint ott tartunk, hogy kezdhet. Valóban egy kicsit csóválja a fejét, de hát ez van. 140-es kezdés. És most dob egy 180-at. De bizonyán most dob egy 180-at, Norman Junior. A második a meccsen, jön a harmadik. 180! Ez nagy vissza dobás volt most Barstow-tól. Oda néz, a negyedik nyíl is megvan. Az ötödik alatta. El is veszíti a közönség szimpátiáját, veszélyt ízőjelben. 181, milyen kiszállóra megy le. Hát, 8 a dob, az úgy 123. Szört, szép. Jó, a sziba volt. Ez a Barstow egy kicsit elhúzódik az, hogy lezárhassa ezt a mérkőzést, meg a szettet. 116. Egy kicsit elszámolta magát, megint. Hú, az a hetekben. Így viszont nincsen kiszállója Normannek. El kellett volna találni legalább a 19-est. Az igen, 52-je van egyébként. Most már csak 12, gondolom 20-ast akar dobni, csak kiemelte, hogy nehogy tripla legyen. Dupla 10 a meccsért. Ugyan, jó Isten, ott igen, az a harmadik nyíl az nagyon-nagyon mellé ment. Dupla 6. És hogyha most kiegyenlít, vagy most bedobja Norman Junior, akkor a kiegyenlít, és ért fog majd kezdeni szetten belül. Mit mutogat? Húha, megijedt volna. Azt mutatta, hogy most én kezdek. Nem tudom, mi, nem tudom, kire rámutatott Barstow-ra. Hát igen, úgy tűnt. Lehet, hogy csak így konstatálta, hogy jó lenne, ha ő is pacsizna vele egy ilyen csodálatos dupla hat után, ahogy ő teszi. Hát és most szállnak a nyilak. Van egy pont, nagyon rosszul kezdett, ugye Barstow. Most javíthat, 95-tel.
Ez jó kérdés. Itt kérdezik, Simon Whitlock remek teljesítménye hova tűnt? Hát, bárcsak tudnánk, hogy ezt csak ő tudja rá választ, hogy mi az oka annak, hogy mostanában nem annyira látjuk őt az élmezőnyben, de azért még így is a 20. helyen van ám a világranglistán. Úgyhogy semmiképp se szabad leírni az ausztrált. Öt pont Normantól, 65-re megy le, most mi jön Barstow-tól, 86-ra kéne egy, ja most ráment simán a 180-ra, nem nagyon foglalkozott vele, hogy kerekítsen vagy ne. Ott a 25-ös, és a dupla úsz a 2-2-höz, bedobja! Most azért sok minden múlik ezen, hiszen Barstow kezd, viszont milyen jól kezd, 139. Ez jó. Hát nem tudom, kedves Pergő Dávid, hogy miben tudunk segíteni, talán abban, hogyha elmondjuk, hogy ugye ő azt kéri, hogy segítsünk neki, mert 0-24-ben mehet a darts, ha az egész világ megtudja, hogy mennyire szereti a párját. Hát akkor most megtudta az egész világ, viszont akkor tessék leülni a tévé elé és folyamatosan nézni minket. Mindig 80 pont jön. 2-28-ra kezdi a harmadik kört. Barstow eddig nagyon jól ment ebben a legben, és egy százzal lemegy 128-ra. Három kör után kiszállón van Chess Barstow, és befejezheti a meccset, ha majd Norman Junior végre beáll a dobó helyzetbe, de kicsit lassabban megy a... az egy ötös. 85 pont. Hopp, ez elment az ötösbe, de az már rendben van, és 66-ra. Tripla 10, vagy... Igen, 36-ot hagy magának. Chess Barstow. Szóval nem engedi, hogy Norman érvényesüljön ebben a szedben tovább, és végül is csak befejezi. Ja, ő nem engem, húha. Nem akar őket. Hozzá se lehet érni, igen, finoman, levegőben. Chess Barstow megy tehát tovább. Kicsit itt a végén azért megnehezítette a dolgát a kanadai John Norman Jr., de... Végül azért érvényes 3-1, volt a papírforma, így van. 3-1-el ott van, és akkor egy második.